Tisztelt Atyádat és Anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áttenéked. Lehet, hogy itt meg is állhatunk, tehát, hogy nem megyünk tovább, és akkor egyenként haradunk tovább. Tehát, ugye itt érezzük már, hogy itt embernek emberrel van dolga. Tehát itt most nem arról van szó, hogy hogyan viszonyulj az Isten felé, az Atya felé, a szabadító felé, az Úr felé, hanem az az úr arról is beszél, hogy hogyan viszonyulj az embertársaid felé. Erről beszéltünk múlt héten is, hogy olyan nincs, hogy valaki úgy hisz Istenbe, hogy az emberi kapcsolataira ez nem hat ki. Az a Bibliában egy teljes képtelenség, hogy az emberek azt mondják, hogy én jó viszonyban vagyok Istennel, az emberi kapcsolatai viszont teljesen fejetetején állnak. Amikor az ember megtalálja az Istenét, akkor valahogy megtalálja az embertársát is. És amikor valaki elveszíti az Istenét, akkor elveszíti az embertársát is. Akinek fejre az Istennel való kapcsolata, annak fejrál önmagával való kapcsolata is, és az emberekkel való kapcsolata is káoszba fullad. Ezért van az, hogy amikor megtaláljuk az Isten való békességet, akkor békülünk meg való magunkkal is. Az ember megtalálja önmagát is az Istenvel kapcsolatban, a teremtettségbe, az atyaságba, a fiúságba, a megváltottságba, ahogyan helyreáll az él, én, önértékelésünk Istenben, és amikor így meggyógyultunk az Isten kapcsolatban, akkor már egy gyógyult, egészséges embernek a kapcsolatai, az emberi kapcsolatai is ugye más minőségi kezdenek válni. Ezért van az, hogy amikor valaki igazán megtalálja Istent, és igazán megtér, annak az emberi kapcsolatai is elkezdenek rendeződni. Tehát ez látjuk, hogy itt arról szól, hogy tisztelni kell a szülőket. A szülők tiszteletéről beszél. Tisztelt Atyádat és Anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amit az Úr, te Istened ad neked. A szülők tisztelete a Bibliában látjuk, hogy a tíz parancsolatba helyet követelt magának. Egy olyan külön topik, egy olyan külön téma, amit, amit beillesztettek a tíz ige közé. Mondhatnánk, hogy ez a, ez a, gyerekeknek a parancsolata, de hát amíg élnek a szüleink, addig, addig vannak szüleink, mindegy hány évesek vagyunk, tehát a szülő tisztelete. És tudjátok, ez egy ilyen láncolat is, mert akik most a szüleiket kell, hogy tiszteljék, mert abban a korban vannak idővel, ők is szülővé fognak válni, és ő nekik is majd az a pozíció jut, hogy örülne, ha tisztelné a gyereke, és ilyen módon ezek a szerepek így, így változnak. De amit követel a Szentírás, hogy előír, az a tisztelet a szülők felé. Ha emlékeztek? A Timóteus levélnél, amikor beszéltünk arról, hogy az özvegyasszonyokat hogyan kell tisztelni a családtagoknak, hogy gyermekek, unokák hogyan tisztelik az ő szüleiket vagy nagyszüleiket, érdekes módon, hogy a tiszteletnél még az anyagi támogatás is bejött, mint fogalom, hogy gondoskodni róla, támogatni anyagilag. Ugye abban a, abban a környezetben nem volt nyugdíjrendszer, bár manapság sem ment meg senkit a nyugdíjrendszer. Azért most Magyarországon nem hiszem, hogy olyan, olyan, nagyon jó lenne a szociális háló, hogy valaki eléri a 65 éves kort, és akkor azt mondja, á, elértem az öregségi nyugdíjat, innen semmi gondom nem lesz. Végre be van biztosítva az életem. Tudjuk, hogy azért nem így van. De hogy a tiszteletben a segítés, az anyagi támogatás is beletartozott, tehát, hogy tisztelem a szülőmet, akkor segítem, támogatom. Nyilván a szófogadás, hogyha oda alapozunk, a, mert ugye Pálapostól fölidézi ezt a parancsolatot, amikor beszél a férj, a feleség szerepéről és a gyerekek szerepéről, oda alapozunk az Efézusi levélben, az Efézus 6-hoz, Ugye ott írja, hogy ez az első parancsolat igérettel, mert hogy hozzá van téve, hogy hosszú ideig élj a földön, tehát tartozik hozzá egy ígéret. Ti gyermekek, ugye 6 1 től hogyha Efézus 6.1-től, ti gyermekek szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Tehát a szófogadás is bele tartozik a tiszteletbe, hogy meg, megfogadom a szavát, hogy engedelmességgel tartozok neki. Mert ez az igaz, ez egy, ez egy helyes dolog, és ugye idézi a tisztparancsolatot, tiszteljed a te atyádat és anyádat, ugye itt most itt már nem, nem ószövetségről beszélünk, hanem kereszténységről beszélünk, új szövetségről beszélünk. pálapostól írja az Efézusi gyülekezetnek, aminek jó része pogány háttérből megtért keresztény. Tehát nem csak arról van szó, hogy a zsidóknak a tisztparancsolat itt érvényes, hanem az új szövetségi hívőknek, tiszteljed atyádat és anyádat, ami az első parancsolat ígérettel, tehát hogy kapcsol hozzá egy ígéretet, ha tiszteled atyádat és anyádat, akkor mi lesz, hogy jó legyen neked dolgod, és hosszú életű légy a Földön. De ez az ígéret kapcsolódik hozzá, hogy aki tiszteli a szüleit, az hosszú életű lesz a Földön. Nagyon nehéz ezt egyébként lebontani az egyénnek a szintjére, sokkal inkább úgy kell értelmezni, mert ugye biztos, biztos, előfordult már olyan, hogy valaki nagyon tisztelte a szüleit, és lehet, hogy mégsem élt meg nagyon-nagyon hosszú kort, és lehet, hogy volt olyan ember, aki szitta az édesapját, édesanyját, makacs, engedetlen, anyaszomorító, és nem tudom milyen gyerek vagy lány volt, és aztán mégis, mit tudom én, ágyban párnák közt halt meg, hosszú élettel betelve. Sokkal inkább úgy is értelmezik ezt a parancsolatot, főleg itt a zsidó kontextusban, hogy, hogy hosszú ideig élhetsz azon a földön. Ugye tudjátok, hogy el, elmondta, mint nép, mint nép. Mert elmondta a, 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 az igen, majd később Józsuénál, a Bíráknál sok helyen, hogy ha megtartod az Úrnak a parancsolatait, akkor bírni fogod azt a földet. Tehát, hogy nem csak arról az történik, hogy, hogy történik egy honfoglalás, és aztán 50 év múlva, 100 év múlva felerősödnek a népek, és kiűznek benneteket erről a földről, hanem hosszú ideig élhettek, lakhattok azon a földön. Tehát a tietek lesz hosszú tulajdonban. És ha viszont megszeged, például, gondoljatok bele, ha megszeged az atyának és az anyának a tiszteletének a törvényét, azt koszkáztatod, hogy az ellenség ki fog téged szorítani erről a földről, mert ezek szerint azok a népek, akik nem tisztelik a szüleiket, nem érdemlik meg, hogy szabad népként éljenek. És tudjuk, hogy amikor fölhalmozódott Izraelnek a bűne, akkor persze ki, kiűzte őket az úr arról a földről, volt az asszír fogság, volt a babiloni fogság, de legdurvább, ugye ez Jézus Krisztusnak az elutasítása után volt, hogy volt a 70-es templomrombolás, amikor lerombolódott a Jeruzsálemi templom, és utána még volt egy kis e, ilyen agóniája a zsidó népnek, meg a zsidó államnak, de 135-ben a Barkóba felkelés után teljesen szétszóratott a zsidó állam, és 1948-ig nem volt földjük, nem volt államuk a zsidóknak. Tudjuk, hogy ez egy újkori. E, munkája az Istennek a történelemben, hogy a második világháború után nyilván a holokauszt kompenzálására is a nyugati hatalmak, ugye főleg Anglia volt ebben az élen, hogy, hogy nyerje vissza Izrael a földjét, és újra megalakult Izrael állama 1948-ban. Össze van kötve ezzel, tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életig élj azon a földön, mint nép. Mert az a nép, amely generációkon keresztül nem tiszteli az apját és az anyját, a szüleit, akik áldoznak értekik akik dolgoznak érte, akik szeretik, akik tisztába teszik, akik etetik, akik gondoskodnak fedérről, mindenről. Ha ezt, ez a tisztelet kivész a generációkból, akkor néhány generáció alatt kipörgeti magát a nép, és nem érdemli meg, hogy ott éljen mert mindig szembefordul az előző generációval. Úgyhogy, úgyhogy ez, egy, ez, egy, ez egy ilyen parancs, amivel ígéret is jár együtt. Úgyhogy ha tiszteljük a szüleinket, akkor Istennel egyezően, Isten akaratával egyezően élünk, Isten akaratával egyezően cselekszünk, és a tisztelet mondom, szavakban, magaviseletben, engedelmességben, anyagi támogatásban, erkölcsi támogatásban is meg kell, hogy nyilvánuljon a teljes Biblia alapján. Na, tehát ez volt a, a második kötábla első parancsolata, innentől kezdve ilyen rövid velős parancsolatok jönnek. A következő, ne ölj! Ugye beszéltünk arról, hogy, hogy ezek sokszor védelmet jelentenek. Ugye, ha, ha belegondolunk abba, hogy a tisztelt atyádat és anyádat, az valahol a család védelme. Ugye a család alatt nem csak a házas párt értjük, hanem a családba beleszületett gyermekeket is. És ugye szó, szóval magyarban még így is van, hogy, hogy született egy családja. <laughs> És akkor arra azt értjük rajta, hogy, hogy gyereke született. És akkor kérdezzük, hogy hány családod van? <laughs> hát, Hát egy családom van, de négy gyerek, tehát hogy mind egy családban tart, de hogy benne van a magyar, magyar szóban, hogy hány családod van, így ebből belefutottam egy érdekes szituációba a Kázmér testvérrel, mert a Kázmér testvér méhészkedik. És valahogy beszélgettünk, és ugye a mély családok is családok és az Oli is méhészkedik, és nem tudom akkor, hogy volt az Olinak, ez a 20-30 mély család volt mindig a méret, hogyha jól tudom, lehet, hogy most már több, nem tudom, de a, a Kázmér nagy méhész, tehát őnek ilyen 120 mély családja volt. És akkor valahogy beszélgettünk, és akkor így kérdeztem tőle, de valahogy nem kapcsolta össze a fogalmakat, hogy és Pali testvérnek, magának hány családja van? Mondja, hogy négy de tudtam, hogy van négy lánya, de hát mondom, ez nem olyan sok. A bátyámnak húsz. Micsoda? 120, azt mondja, 120 családom van. Nem négy, hanem 120. Na, és akkor hogy kitisztáztuk, hogy akkor miről így, nem a gyerekekről van szó, hanem a méhekről. A méhekről van szó. És, és ugye a tisztel atyádat és anyádat, az a család Kohéziójának a védelme, hogy a család ne essen szét. Mert ha a, a, a gyerekek generációja szembefordul a szülők generációjával, az a család szét fog esni. És ugye emlékeztek az örökségnek, az öröklődésnek a törvényére. Hát Isten úgy építette fel, hogy amiért a szülők dolgoznak, az a ölébe hullik a gyerekeknek és amire azok dolgoznak, azok meg az unokáknak is, így- így, akár családi örökségek évszázadokon keresztül kerülhetnek, és hogyha az öröklés jogán a következő generációknak az ölébe vagy kezébe, tehát hogy és tisztelt illeti meg őket, mert nem magukért munkálkodnak, hanem a következő generációkért is munkálkodnak, és van olyan, hogy szellemi örökség, nem csak anyagi örökség van, bár mondja a példabeszédek könyve, hogy ház és a marha atyától való örökség, a ház és az állat a jószág, meg a földek, meg minden, ismerjük a régi világot, de van szellemi örökség is, a hit. Gondoljatok bele, például Timóteusról azt mondja, hogy ismertem a te nagyanyádat, és meg a te anyádat is, és benne lakott képmutatás nélkül való hit, és benned is megvan. Tehát van, van szellemi örökség is, a bibliai életmódnak az öröksége, az Istenfélelemnek az öröksége, a hitnek az öröksége, az imádkozásnak az öröksége, az Isten igényének a vezető szerepe egy családban, hogy arra épül fel, az is egy örökség. Az imádkozó nagyszülők öröksége, a nagymamák meg a nagypapák, akik beimádkozták a gyerekeiket, az unokáikat, és tudjuk azt, hogy vannak olyan családok, hogy egész életében imádkozott a fiáé lányáért, és lehet, hogy meg se érte, de tudjuk azt, hogy volt, amikor a temetéseken, meg, meg utána pár évvel mégis beértek a vetések, és megtértek a családtagok, mert imádkozó felmenők voltak a családba. Tehát a tisztelet az a család egységét, szellemi védelmét jelenti. Gondoljatok bele, az utolsó időknek egyik legnagyobb botránya és legnagyobb fájdalma lesz. Hogy azt mondja, hogy elárulja anya gyermekét, vagy, vagy a gyermek az ő szülőjét, fiú az apját, lány az anyját, vej, men, menj, az ő anyósát és az ő apósát, vagy nem tudom pontosan idézni, de ismerjétek ezt az verset. Mikor elárulás van, hasadás van a családban, ez pont az ellentét annak, mint amiről itt szó van. Gondoljatok bele, hogyha tisztelte volna Lótnak a veje Lótot, megmenekült volna a sodomából. Mert azt mondja neki Lót, hogy holnap az úr elpusztítja a várost. A vejei meg felnevettek hangosan. Nem felsírtak, hanem felnevettek. És úgy tetszett, mintha viccelne a papa. De jó, húrod van, Lót papa. És Lót a két hajadon lányával kimenekült, de a férjezet lányai ott maradtak. Ez is mondjuk egy utalás lehet arra, hogy mondjuk a Lótné miért akart annyira visszafordulni. Hát maradtak ott gyermekei a városba. De ha tisztelte volna, hogy ez a lót, hát ez nem beszél butaságot, az, az apósom, és gondoljátok be, hogy, hogy, ugye Mózes és Jetró látogatásánál megvolt ez a tisztelet. Ugye két fejezettel korábban. Azt mondja neki az apósa, nem jól csinálod. És Mózes azt mondta, apósom, hát most mit, mit tudsz te erről? Vezettél már két millió embert? Nem azt mondja, hogy oké, okay, elfogadom, amit mondasz. Mert idősebb vagy. Mert többet láttál, többet tapasztaltál már. Van előtted élet, amit befutottál, bejártál már. Tehát ezek védelmek is. Ugye ez még az előző, de ne őj. Ugye az, 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 pedig az életvédelme. Hogy ne üsse egyik ember adjon a másikat. Miért? Mert az, mert az Isten védelmezi az életet. Mert Miért védelmezi Isten az életet? Mert Isten az életet ő adja. Ezért nincs másnak joga elvenni. Mert amit nem tudsz létrehozni, azt nincs jogod elvenni. Melyik az az ember, amelyik életet tud létrehozni? Senki. Tudjuk, hogy van a biológiai utódlás, de akkor is hiszünk abban, hogy az élet Isten ajándéka. Még hogyha biológiai ö, foganás útján születnek a gyermekek, akkor is tudjuk, hogy nincs minden együtt gyermek. És hány pár akar gyermeket is néha nem jön? Isten az életnek az adója, ha bárki életre született erre a földre, az Isten akaratából történt. És az, az, az a lény, az egy élő lény, egy emberi lény, Isten teremtett lénye. Aki az ő képére és hasonlatosságára lett teremtve. És ezért Isten azt mondja, hogy nem ülthet egy agyon a te fele barátodat. nem ölheted meg a te fele barátodat. Mert az életet tőlem kapta. És ugye ezért még önmagunkat se ölhetjük meg. Még önmagunkat se. Mert nem mi döntjük el, hogy, hogy meddig élünk, hanem az Isten kezébe van az életünk. De hát a másikat meg még úgy se ölhetjük meg. És tudjuk azt, hogy most nem, nagyon el fog menni az időnk, de itt a, 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 a ne őly ne nál, meg még egy-két párhuzamnál, ugye Jézus a hegyi beszédben ezzel még foglalkozik tovább. Hogy megmondatott a régieknek ne őj Én pedig azt mondom nektek, aki haragszik az ő felebarátjára ok nélkül, és azt mondja az ő felebarátjára, hogy ráka, vagy hogy bolond, méltó a ehennára mert a tíz parancsolat az a bűnökkel foglalkozik, mint, mint beért gyümölcsel. A hegyi beszéd a bűnös természettel foglalkozik, amiből a bűnös gyümölcs kinő. És azt mondja, hogy a tíz parancsolat egyre azzal foglalkozik, hogy ne öld meg. Persze, haragudhatsz rá, meg minden, de ha nem ölöd meg, akkor a tiszprancsolat ellen nem vétettél. De mit mond Jézus? Ne is haragudj rá, nem is gyűlölheted. Mert az a gyökere az ölésnek. Ha gyűlölöd és haragszol rá, abból a gyökérből nő ki az emberölés. A gyilkosság. És tudjuk, hogy van ilyen, hogy van gyilkos indulat, ugye gyilkosság nélkül. Van bosszúállás, harag, úgyhogy végül is nem nincs az kivitelezve. És persze jó, hogy nincs kivitelezve, de Jézus azt mondja, hogy ő már a gyökeret ne akarja szüntetni, ehhez kell az újjászület és az új természet. Hogy szeressük még az ellenségeinket is, még annak azzal is jót tegyünk, aki nekünk kárt okozott. Ugye azt mondja a Róma 12-ben Pálapostól, hogy ne fizess gonosszal a gonoszért hanem a gonoszt jóval győzd meg, nem hogy nem, nem ütöd a hanem a javát keresed, ha éhezik, a te ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert eleven szeret gyűjtesz az ő fejére, és engedd át a bosszúállást, mert enyém a bosszúállás, én megfizetek, azt mondja az Úr. Az ember nem állhat bosszút magáért, ez mind bele tartozik a neői parancsába. Hogy Isten az igazságosztó, ő az igazságszolgáltató. Nem vehetem kézbe az igazságszolgáltatást. És tudjuk, hogy vannak nagyon nehéz helyzetek. Annyi tragédiát, annyi drámát kitermelt már az emberiség, hogy számba se lehet venni. Hogy időnként egy-egy bosszú, bosszúval, még, még az ember úgy, úgy belül egyet is ért, hogy... Nem lehetett más csinálni, hát ez is szörnyű, ami, ami őt érted. Én megértem, hogy megbosszulta magát. De azt mondja a Biblia, nem, az élet Isten kezébe van. Nem adja át az ember kezébe, hogy döntsön életről és halálról. Na, hogy tudjuk, hogy a maga a halálbüntetésnek nek a, a, a témaköre, mekkora témakör a, a történelemben, az emberiségben, az emberi jogokban. Tudjuk, hogy, hogy uh, halálos büntetés Magyarországon, meg az EU-ban nincs érvény. Most nem tudom, hogy Amerikában van-e még egy-két állam, ahol van halálbüntetés. Mi általában azt szokták mondani, hogy halálbüntetésnél az a, az a nagyon rossz, hogy hogy ha véletlenül, és sokszor előfordul, hogy téves ítélet szünet születik, elítélnek olyat, aki nem bűnös, és sok ilyen van, hogy több ilyen van, akkor nem lehet visszacsinálni. Mert ha végrehajtottad a büntetést, akkor hiába merül fel egy új bizonyíték, akkor már, már, megtörtént. És hogy hiányzik belőle a nevelő szándék. Mert hogy valahogy úgy van a a törvények, hogy, 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 hogy az a bűnös, akit el is ítéltek, és akár életfogytiglanra, vagy 40 évre, érted? most bezárnak egy 20 éves 40 évre, annak elment az élete. De, de hogy van egy nevelő szándék, hogy talán jó útra tér, hogy igazán megbánja, hogy igazán leszámol a bűnével. Na mindegy, ez a témakör az, hogy ne ölj, ez is látjuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Nagyon-nagyon mély témakör. Vagy ott van a parancsra tettem témaköre. Ugye? A háborús bűnök. Háborúban lehet-e ölni. És gondoljatok bele, hogy, 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 ugye milyen felekezetek vagy biblia tanításra épülő emberek mondták azt, hogy nem mennek háborúba, nem fognak fegyvert, nem, lőnek, nem lőnek embertársukra. Ez nagyon nehéz témakör. Tehát nem is érzem magam úgy fölkészültnek, hogy ennek minden aspektusát, annak a mélységébe kifejtsük. A legfontosabb megérteni, hogy Isten védi az életet. És az ő kezében van, hogy döntsön életről, halálról. Isten az életnek és a halálnak az ura, még nem is az ördög. Ugye azt mondja Jézus, hogy ne féljetek attól, akik a testet ölik meg, attól féljetek, aki mind a testet, mind a lelket megölheti, és a jehennára vetteti. Ez Isten. Tehát az örök sorsunkról Isten dönt. A földi életet néha emberek, meg gonoszság el tudja intézni, törvényellenesen. Gondoljatok bele, a, ugye a menedékvárosok kérdésére, most nemrég nem, nem, nem olvastam el, hogy hat menedékvárost jelölt ki Isten Izraelben, hármat a Jordánon nyugatra, hármat a Jordántól keretre. Hogyha valaki véletlenül ölt, és azt mondja az Ige, előtte nem, nem haragudott rá, előtte nem gyűlölte meg, hanem véletlenül ölt. Akkor fusson a menedékvárosba az az ember, aki véletlenül kioltotta valakinek az életét, és a menedékvárosban adjanak neki védelmet, és ne szolgáltassák ki a vérbosszulónak. Mert fognak a nyomába jönni azok, akik az életért életet akarnak venni. És Isten azt mondta, hogy a főpap haláláig maradjon ott, és utána legyen szabad, és senki nem nyúlhat hozzá. Mert nem direkt ölt, nem gyűlöletből ölt, véletlenül. És védte még az ilyen embernek is az életét a törvény, és ott voltak a menedékvárosok. És emlékeztek, amikor a Hóseás könyvében beszéltünk arról, hogy hogy gyilkolnak a sikemi úton, akkor pont arról beszéltünk, hogy a sikem az egyik menedékváros volt. És olyan romlott volt a nép, hogy nem engedték, hogy az emberek a, bemenjenek a menedékvárosba, és ott gyilkoltak az út, hogy ne jusson el a menedék helyre, Nem valahogy kioltsa az életet. Tehát Isten védi az életet. Meggyőződésünk, ugye az is, ez is egy nagyon nagy témakör, hogy az élet a fogantatással kezdődik. Tudom, hogy a terhesség megszakítás témaköre is egy óriási nagy téma amióta ember az ember is, amióta társadalmak vannak, vitatkozunk erről, meg beszélgetünk erről, meg törvények születnek az abortusz ellen, abortusz mellett, honnan, honnantól. Hogy a meggyőződésünk, hogy az élet fogantatás pillanatában kezdődik. És hogyha az ember nem avatkozik be, akkor abból ember fog születni. Tehát ha megtermékenyült az a petesejt, és beágyazódott a mély falába, ha nem nyúlunk hozzá, akkor abból ember születik. Mert ugye mikortól ember az ember? Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy Magyarországon az elmúlt 50-60 évben több magyarországnyi embernek az életét szakítottuk, szakítottuk meg, mint magyar nép, nyugodtan fogalmazhatunk többes számba, terhesség megszakításnak az útján. Hány gyerek nem született meg? Azért, mert a szülők, vagy az édesanyja, vagy mindkettő úgy gondolta, hogy ez egy nem kívánt terhesség, és beleavatkozott az ember, és az életnek a folyamatát megszakította. Úgyhogy érezzük, hogy azért, ez, hogy ennyi van, két, két szó van ideírva, hogy ne őj, és hogy mekkora téma, milyen mélysége van ennek a témának. De Isten az élet ura. Isten védi az életet. És azt akarja, hogy éljünk. És azt akarja, hogy él, él, élni hagyjunk. És akinek nem kell élnie, az, vagy nem, vagy lejár az ideje, azt, azt Isten dönti el. Ugye, tudjátok, az ezüst fonál, amiről beszél a prédikátor könyve, az élet fonala, ez az Isten kezébe van. Úgyhogy mi ezt nem szaggathatjuk mi magunktól. Ide, ide Lehet, hogy végig sem tudunk menni, de ugye ide tartozik, az önpusztító életmód. Mert mert az is egy passzív ö, gyilkosság, hogy az ember fölégeti a saját életét. Hogy emberek idő előtt halnak meg. Alkoholizmus, droghasználat, ö, nem tudom, helytelen életmód, helytelen táplálkozás, nem tudom, sok so lehet-e sorolni ennek, ennek a sok-sok sok válfaját. Amikor el, először elmentem az első ilyen drog megelőző vagy drog rehabilitációs előadás vagy szemináriumra, akkor ugye azt mondták, hogy nincsen öreg drogos, nincs. Nincs öreg drogos. Mert aki elkezdi 14 éves korába, tinédzser korba, az mire eléri a 36-at, nagyjából fölélte magát. És nem messze van a túladagolástól, a aranydövéstől, és akkor onnantól kezdve vége van. Tehát, hogy ott egy ilyen életmódból 10-15 év alatt az ember az életidejét elélte. És ugye sokszor az emberek azért menekülnek, mert ugye Pajor Tamás is mondta azt, hogy hogy abból a csapatból, akik, akik közül ő megtért, az alkoholizmusból, a szabadszerelemből, a droghasználatból, a saját korosztályából már jó néhányan nem élnek. Mert az az életmód kinyírta őket. Ha őt nem ragadja meg, Istennek a Szent Szelleme, az Evangélium, Jézus Krisztus megmentő munkája, akkor lehet, hogy már nem élne fizikailag. Tehát, hogy nem csak az örök életét nyerte meg, hanem a fizikai életét is évtizedekkel hosszabbította meg azáltal, hogy Istennel él. Na, azért mondom, hogy nagyon nagy témakör. Ezek talán ilyen gondolatindítónak még még jók. Na, hát akkor ennyit a neőiről. Ne paráználkodjál! Ugye volt egy ilyen vicc, hogy, hogy valaki elhagyta a biciklijét, és akkor jutott eszem, eszébe, hogy hol hagyta a biciklijét, amikor a templomba prédikált a pap, hogy ne paráználkodj, mert kiderült, hogy a szeretőnél hagyta a biciklit, és akkor gyalog ment haza. És akkor így, így fejez jó, már tudom. <laughs> és akkor hirtelen leesett neki, hogy hol a bicikli, mert a tíz parancsolatnál <laughs> ugye erről volt szó. Ugye arról is beszéltünk, ez is nagyon fontos, csak újra ismétlem, hogyha esetleg az előző videóról valaki lemaradt volna, hogy úgy is fordíthatjuk, megengedi a Héber szöveg, hogy úgy is fordítsuk ezeket a tiltásokat, hogy Isten mit szeretne, hogyha az ő népe között megvalósulna, és gyakorlatilag, hogyha Istennel egységben él az ember, akkor milyen életformája lesz, és úgy is fordíthatnánk, hogy tisztelni fogod apádat és anyádat. Nem fogsz ölni, nem fogsz paráználkodni, nem fogsz lopni, nem fogsz hamisan tanúskodni, nem fogod kívánni, ami a fele barátodé, mert velem élsz. Mert átjárt téged az Istennek a, a természete, és tudjuk, hogy ez az újjászületésben valósul meg, hogy, hogy Krisztus természete lesz a miénk, a Szentlélek belénk írja az Isten törvényét, és azt mondja, nem fogsz ölni, nem fogsz, nem fogsz paráználkodni, nem fogsz lopni, mert a természetemet adom beléd, mert a lelkemből adok neked tiltásként jelenik meg, de Istennek az a kívánalma, hogy egy olyan nép legyen, amelyik átveszi az ő természetét, és a Szent Szelleme által van uralva is, és vezetve. És ugye itt a, a neparáznák, hogy ez nyilván a házasságnak a védelme. A házastárs, ugye nem, úgy az lenne a helyesebb, hogy nem fogsz házasságot törni, ne törj házasságot. A házastársi hűségnek az erősítésére van hogy a férj ne csalja meg a feleségét, a feleség ne csalja meg az ő férjét. Mert, mert figyeljetek, ma is a vállások legfőbb oka a házastársi hűtlenség. Tehát lehet sok mindenről beszélni, hogy mennyire nehezek a házasságok, mennyire másos együtt élni, régen ugye és jobban kitartottak az emberek egymás mellett, stb. stb. Nem még ha rossz házasságban is éltek, nem adták fel, ez biztos, hogy így volt, mert volt egy társadalmi bélyegzés is az elváltakon. Ugye ma már ez, ez, társadalomban egyáltalán senki nem bélyegez meg senkit, amiatt, hogy elvált, mert a gondolkodásmódban már ez egészen más, hogy van. Tehát biztos, hogy sok házasság maradt egybe, amiatt, hogy mit fognak szólni, vagy a gyerekek kedvéért együtt maradtak a szülők, de ez tény, hogy most is a házassági elválások legfőbb oka a házastársi hűtlenség. Egyik megcsalja a másikat, vagy a másik az egyiket, vagy kölcsönösen megcsalják egymást, mindegyik félrelép, és, és végül ez valahogy megöli a bizalmat, ez valahol megsebzi a másikat, olyan elárulást él meg az ember. Ugye tudjuk, hogy a, a házas életnek a, a hálószobának az intimitása, a titka, az két embernek a belső, nagyon belsőséges kapcsolata, és amikor valakinek ez ki van adva, vagy valaki mással van megosztva, akkor ez beszennyeződik, ez az egész. És azt mondja a tíz parancsolat. Nézzétek, foglalkozik azzal, hogy a férj és a feleség legyen ő egymáshoz. Ne törje meg a házasságot. Ugye ez is benne van, az is, hogy a házasságra szövetségként tekint a, a szentírás, házassági szövetség, szövetség két ember között, és hogy ne szegjük meg a szövetségünket. És ebbe beletartozik az is, hogy hülyen hogy, hogy, hogy hű, élünk egymás mellett. És ugye egymáshoz hülyek maradunk élethosszon. Ugye az egész életre vonatkozik a házasság. És ugye itt is mondhatnánk Jézust, nem tette, nem, tette könnyebbé. Szoktuk mondani, hogy ha tíz parancsolat, ilyen magasan volt a léc, azt is ugye sok ember leveri, nem, nem nagyon sikerül. Jézus még föltette öt méterrel magasabbra, mert azt mondja, hogy megmondott a régieknek, ne törj házasságot, ne paráznák, hogy én meg azt mondom neked, hogy aki asszonyra tekint, gonosz kívánsággal már paráználkodott a szívébe. Uram, azt hittük, hogy könnyebbet fogsz mondani, hát eddig se volt egyszerű. És ugye mit mondunk erre? Lehetetlen! Ha csak valaki újjá nem születik, ha csak valakiben nem a Szentlélek uralkodik, ha csak valaki nincs teljesen Jézus Krisztus uralma alatt. Tehát védi az úra házasságot. Végig nézitek a példabeszédek könyvét, hogyan óv az idegenasszonytól, hogy Ugye nem azt mondja, hogy az idegen idegenasszony ágyához nem közelít, hanem az idegen idegenasszony házához, vagy ajtajához. Tehát, tehát, hogy tudjátok, ha nem jutsz el az ajtóig, akkor nem jutsz el az ágyig sem. Tehát, hogy, hogy nagyon bölcs a Biblia, hogy, hogy nem azt akarja, hogy ott a, a, a szakadék szélén legyél nagyon erős, hanem meg se közelítsd a szakadékot, meg se közelítsd a szakadékot. Tarts távolságot ettől. Tudjad, hogy mennyire fontos hogy, hogy Ez egy védő korlát. Át lehet hágni. De lezuhan az ember, és nem ússza meg büntetlenül, nem ússza meg sérülés nélkül. Nem ússza meg sérülés nélkül. Úgyhogy az Úr arra bátorít bennünket, és azt parancsolja a tíz parancsolat által, hogy, hogy ne törjünk házasságot. Ugye örvendez a te ifjúságot feleségében. Ugye valakik azt gondolták, hogy tehát ebből látszik, hogy mindig fiatal feleségednek kell, hogy legyen ifjúkorod feleség, feleséged. De ez nem erről szól, hanem az, hogy fiatal korodban elvett feleségedhez. Fiatal korban elvett feleségedhez. Ugye tudjátok, hogy mennyire ugye ismerjük ezeket a sztereotípiákat, hogy idős férfi, fiatal nő, vagy idős nő, és akkor fiatal fiúval, anyakomplexusok, meg stb. De az az igazság, hogy az életkoroknak van, van ritmusuk. Tehát tényleg úgy illenek az egymáshoz az emberek, hogy fiatalkorban összeházasodnak, és szépen együtt öregszenek. És így, így szépen a tempójuk, meg a, a hormonháztartásuk, meg mindenük így együtt működik. És ez egy teljesen igei, és bibliai, és egészséges dolog. Emlékszem, a Pálhegyi Feri bácsi tartott egyszer előadást a keresztény házasságról, és ott volt vele a felesége, azt hiszem, hogy már mindeketten olyan 80 körül voltak, tehát igazából két idős embert láttál egymás mellett. Nyilván a külsőből ugye veszített az ember, ugye ezt mondja a példabeszédek könyve is, hogy hiába vagy mulandó a szépség, a báj, ezek elmúlnak. De azt mondja a Pálhegyi Feri bácsi, hogy most ránézek a feleségemre, és belenézek a szemébe, belenézek a tekintetébe, ugyanaz, mint 40 évvel ezelőtt. Nem mindenhol ugyanaz. De belenézek a szemébe, belenézek a, a, lélek tükre, ugye a szem. A tekintetébe, a pillantásába. És ugyanaz az ember néz rám vissza, akit elvettem fiatalon. Mennyire talmi és csaló ez a világ. És olyasmit ajánl föl, ami nem is igaz, ami hamis. És Isten igények igaza van. Ne törj házasságot. Legyél hű ahhoz, akit elvettél fiatalkoromban vagy akihez hozzámentél. Akinek azt mondtad, igen. Az az igen, ez legyen igen akkor is. A ti igenetek legyen igen. És ha nem etek, az legyen nem, de ugye, ha összeállásodtunk, akkor igen mondtunk. Nem tudom, hogy végig tudunk-e rajta szaladni. A következő sem hosszú. Ne lopj! Ugye? ez meg mit véd? A magántulajdont. Nem tudom, hogy voltatok-e már meglopva. Nagyon fontos ebben a tíz parancsolatban, ha sokszor az ember azt nézi, hogy neki mi van megtiltva, és néha nem gondoljuk végig, hogy ez minket is véd. Tehát, hogy nem csak, hogy én nem tehetek valamit, hanem ha jól értelmezi mindenki, akkor velem sem tehetik meg. Értitek? Akkor velem sem. Nem csak az, hogy én nem ölhetek, hanem engem sem ölhetnek meg. Ne csak, hogy én ne törjek házasságot, hanem az én házasságom is védelem alatt van. Ne csak, hogy én ne lopjak, hanem engem sem lophatnak meg. Persze előfordul, hogy meglophatnak. Mert nem mindenki tartja be a tiszteletet, vagy, vagy valakinek nincs beleírva az Isten törvénye, de hogy ez, ez, ez védőleg hat, nem csak tiltás, hanem védelem is. És Isten, ilyen, ilyen értelemben, hogy látjuk azt, hogy, hogy ha valakinek van valamilyen, akkor azt Isten úgy tekinti, hogy az az, az övé. Nagyon érdekes, hogy hányfajta ugye, történelmi berendezkedés, meg ilyen szociális berendezkedés volt, most csak a kommunizmusig akarunk visszamenni. Tudom, hogy na ornyási vita a kapitalizmus, kommunizmusnak a, a felállása, vagy a rablógazdaság, és ugyanúgy kizsákmányolják egymást az emberek. És tudjuk azt, hogy most is a, a világ vagyonának a 99%-a, a világ egy kis 1%-ának száz, a kezében van. A világ vagyonának a 99%-a, a világlakosságának 1%-ának a kezében van. Nincs igazság ezen a Földön vagyonilag, anyagilag, mindig van gazdag és, és mindig van szegény. És jól lenne eltörölni ezeket, de amíg ez a világ van, addig ez nem fog megváltozni. De azt mondja a Biblia, hogy ne lopj, ne vedd el azt, ami a másé. Isten védi azt, amit a másik megszerez, és Isten a tulajdonának tekinti. Ugye a kommunizmus megpróbálta a vagyonközösséget létrehozni, és tudjuk, hogy nem működött. Összeomlott. Sokan azt mondják, hogy, hogy azért omlott össze a kommunizmus, mert mit tőlem, a Pápa imádkozott egyet a kommunizmus ellen. Leginkább azért omlott össze a kommunizmus, mert fenntarthatatlan rendszer volt. Gazdaságilag összeomlott. És a gazdaság az a tulajdonnal szoros viszonyban van. Kinek milyen van? Egyszerűen az ember a sajátjára más gonddal ügyel oda, mint a közösre. Mert a saját, és ezért van a magánvállalkozások, ha több generáción keresztül tudnak virágozni, akkor mindenki sajátjaként őrzi, védi, építi, kezeli. Mert az az enyém, és védi a sajátját. Ami közös, az, az közös. Ugye vannak ezek a mondásaink, hogy közös lónak túrós a háta. Mit jelent, hogy ami nem az enyém, hanem közös, azt mindenki csak hajtja. És már szegény ló, már, már habos az izzadságtól, de nem a saját, nem a tulajdonossé. Még egy bört lehúzunk lóra, még hajtjuk, még hajtjuk, a végén összeesik, össze meghal, mit számít, nem amilyenk volt. De ha valami a tied, akkor arra ügyelsz. Azt nem csak hajtod, hanem gondozod, eteted, csutakolod, tehát, hogy, hogy egyszerűen az, az ember a sajátjára máshogyan ügyel, és Isten védi a magántulajdont, és lehet is magántulajdon. Tehát figyeljétek, az, egyébként sokszor a szegénység és a gazdagságban az is megmutatkozik, hogy az emberek között van különbség. Hát tudjuk, hogy van olyan ember, aki tehetséges, és van, aki kevésbé tehetséges van olyan ember, aki szorgalmas, és van olyan ember, aki lusta. Tehát a Biblia is beszél erről. És azt mondja, hogy még egy kis kézötszetevés, még egy kis szunyadás, és így jön el, mint utonjáró a te szegénységed. És azért nem lesz, mert, mert lusta vagy, mert nem dolgozom, mert nem teszel érte. Tehát hogy ez is egy nagy témakör, ez a nedobb témakör, de lényeg az, hogy, hogy Tudjuk, hogy lehet lopni nem csak anyagi dolgokat. El lehet lopni valakinek az ötletét. El lehet lopni valakinek a gondolatát. El lehet lopni valakinek a bizalmát. Sok mindent tud lopni az ember. Ezeket se szabad. Tehát, tehát nem csak arról, szó, hogy persze nem, 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 nem vettem ki a bukszájából egy tízest, és nem vette észre. De ha meglopom a bizalmát, elárulom, ez mind-mind lopás. És az ige szerint nem jó. Még két. Ne tégy a te felelbe ellen hamis tanúbizonyságot. Egyszer már beszéltem arról, most nem megyek bele, mert nehéz falat, hogy ugye ez nem, nem azzal azonos, hogy, hogy ne hazudj. Tehát sokszor így le, leegyszerűsítik, hogy látjátok, akkor a kilencedik parancsolat azt mondja, hogy ne hazudj. Nem azt mondja a kilencedik parancsolat, hogy nem azt mondom, hogy szabad hazudni, tehát nem akarok ebbe belemenni, de hogy ne tégy a te feleberületed ellen hamis tanúbizonyságot. Ha visszamentek abban a rendszerbe, visszagondolkodunk, a tanuk szerepe óriási volt. Két tanú ember életekről döntöttek. Vagyonokról döntöttek ügyeket eldöntöttek, befolyásolták a társadalmi viszonyokat. Embereknek igazat adtak, vagy embereket megvádoltak, vagy, vagy, vagy valamilyen vád alá helyeztek. Két tanú bizonyságára. És azt mondja a Biblia, amikor erre épült az egész, az embereknek a szavára, a tételére, hogy ne tanúskodj hamisan a te felebarátod ellen. Emlékezzetek Nábót szőlőjére. Ugye megkívánta a tizedik parancsolat, ugye ne kívánta te fele barátod szőlőjét, Akhább megkívánta Nábótnak a szőlőjét. Nábót azt mondta, hogy még pénzért se adhatom el neked, mert atyától való örökség az Isten rendjében úgy van, hogy ez megillet engem jog szerint. És akkor befelé fordult a, a falnak, és duzzogott, és nem evett, mint egy kisgyerek. És mondja neki Jézabel, hát nem te vagy a király. Hát nehogy már itt nábót itt ugráljon. Hát figyelj, két hamis tanút állíts, vádolják meg valami igaztalan dologgal, vigyék ki, kövezzék meg, és elveszed a szőlőjét. És mi a szörnyű, hogy tanult, tanált két hamis tanút? Valaki megrontotta a kilencedik parancsolatot. Hamisan tanúskodott az ő fele barátja ellen. És ez valakinek az életébe került, és valakinek az atyai örökségébe került. Sokszor tudjuk azt, hogy az emberek rossz indulatból beszélnek a másik ellen. Tanúskodnak ellene, egy bizonyságot tesznek ellene, de hamis szándékból, rossz indulatból. Azért, mert irigyek rá, azért, mert féltékenyek rá, azért, mert nem szimpatikus, stb. stb. is hamis tanúzást tesznek ellene. Gondoljatok bele Jézus perébe. Jézus se lehetett csak úgy elítélni. Hamis tanukat állítottak. És egyik azt mondta, hogy azt mondta, hogy lerontom a templomot, és mit én fölépítem, meg a másik is mondott valamit. De az ő bizonyságuk ugye nem volt egyező. De ott is találtak hamis tanút, aki az ő fele barátjuk ellen, aki történetesen Isten fia volt tanuskodtak ellene, hamisan. Olyan váddal illették, ami nem volt igaz. Miért? Hogy a vesztét okozzák. Mondjátok bele, ilyen értelemben mennyi kárt okoz a hamis tanúzás? Most nem nem csak jogi értelemben, hogy tényleg tanul vagy egy kihallgatáson, és ott ö, ö, hamisan tanúskodsz, tan, hanem az életben hányszor van az, hogy hamisan tanúskodunk a másikról, mert van bennünk valami sértő, sértettség, van bennünk valami fájdalom, amit nem dolgoztunk fel, valami megbocsátatlanság, és ebből beszélünk, és nem igaz állításokat teszünk. Eltorzul a bizonyságtételünk, hamisan vagyunk ellene, és rossz hírét keltjük, és rossz hírét keltjük a másik embernek. Tudjuk, hogy hogy valakinek elveszed a jó hírét, akkor az elvetted az életét. Mert lejáratod a hitelét. Az ember emberhez hozzá tartozik a jó hírrel, Tudjuk, hogy ez egy jogi tényállás is, a hírnév rontás, vagy becsület sértés. Hogyan szokták ezeket az emberek elkövetni? Hamis állításokkal. És ugye, amikor valaki becsület sértési pert indít, akkor azt bizonyítja be, hogy hamisan állítottak róla valami valótlant. És ezzel ő neki a személyiségében, akár az anyagi helyzetében, az emberek előtt való megbecsülésében kára keletkezett. Tehát ne tanískodjunk hamisan felebarátunk ellen, ugye kifejezetten a kárára. Ez a 9. parancsolat. És a 17. vers: ne kívánd a te felebarátodnak házát, ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, szolgálját, szolgáló leányát, ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Ugye ez nagyon érdekes, mert itt, itt, valójában a kívánságot tiltja meg ez a törvény. Ugye, hogyha lefordítjuk, úgy, ahogy mondtuk, nem fogod kívánni. Ugye, Istennel együtt élünk, akkor nem ébred bennünk olyan kívánság, ami gonosz lenne, ami helytelen lenne, ami mondjuk irigységből fakad, vagy itt szintén féltékenységből fakad, a fele barát ellen. De itt látjuk, hogy azért a szívvel is foglalkozik a törvény, nem csak azzal, hogy mit ne tegyél. Jézus a hegyi beszédben lebontja ilyen szintre, hogy ne csak ne törj házasságot, hanem ne is gondolj rá úgy. De itt ez a tizedik parancsolat is ezzel foglalkozik, hogy vajon milyen kívánság ébred benned. És hogy bizonyos kívánságokat nem engedhetünk meg magunknak. Mert rosszra visz, mert rossz kívánság. Házát ne kívánd, feleségét, szolgálóját, szolgálóleányát, ökrét, szamarát. Én tudjuk, hogy itt, itt vagyont is, kapcsolatokat is jelent, vagyont is jelent. Semmit, ami a fele barátodé. És ugye itt nem csak a lopásról van szó, ami az előző parancsolatban, hogy ne kívánd el, ne kívánd tőle, ne legyél rá irigy, ne legyél rá féltékeny. Keresd az urat is, meg fog téged is áldani. És ez védi az embert is. Mert egyébként tudjuk azt, hogy az ilyen kívánság azt teszi tönkre, aki kívánja. Tudjuk, hogy a megbocsátottságról is szokták ezt mondani, hogyha haragszol valakire, az olyan, mintha megiszol egy pohár mérget, és azt várod, hogy a másik hal meg tőle. Mert a harag azt az, az, az emészti fel, aki haragszik. A gyűlölet azt emészti fel, aki gyűlöl. Az irítség, a féltékenység, a gonosz kívánság azt emészti fel, akiben ez benne van, nem a másikat, aki felé irányul. És az Isten meg akar bennünket védeni, hogy egészséges lélekkel éljünk, hogy szabadok legyünk ezektől a dolgoktól, ezektől a rivalizálásoktól, versengésektől, hogy egymás ellen könyökölünk, egymást akarjuk lehagyni, egymást akarjuk lenyomni. És hogyha ez kivéri, hogyha az Úr szent lelke által ott van bennünk, hogy nem fogjuk kívánni ezeket, akkor egészségesebb életet tudunk élni. Nem azt mondja, hogy ne kívánt, hogy legyen házad, hogy legyen feleséged, hogy legyen szolgál, vagy szolgál, vagy ökröd, hanem a másikét ne kívánt. Az ember törekedhet a jóra, törekedhet a többre, törekedhet arra, hogy előrébb jusson. De nem úgy, hogy a másikét sajátítsa el, hanem szerezzen magának olyan semleges vagyont, ami még senkié, és legyen az övé. Tehát Isten nem tiltja meg a gyarapodást, nem tiltja meg az előrehaladást. Sőt, azt mondja, megáldja a kezünk munkáját, megáldja a befektetésünket, megáldja a mezőnket, megáldja az ökrünket, megáldja ezeket. De, de nem, nem a másét akarja nekünk adni, hanem, hanem azt akarja, hogy szerezzünk abból a bőségből, amit ő megteremtett a világon. Mert a világon bőség van. Isten nagyon gazdag világot teremtett mindenkinek jutna feleség, mindenkinek jutna férj, mindenkinek jut szolgáló lány, meg szolgáló. Nyilván ezek a régi berendezkedések. Na, tehát most nem mennék itt tovább, mert nagyon elhaladta az időnk. Tehát ez a második kőtáblának a parancsolatai. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú, életig, vagy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a Te Istened áld neked, ne ölj, ne paráználkodjál, ne törj házasságot, ne lopj, ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot, és ne kívánd a te felebarátod házát, ne kívánd a te fele feleségét, szolgálját, szolgálját, ökrét szamarát és semmit, miért te felebarátod él. Gondoljatok bele, most, hogy végigértünk a tíz parancsolaton. Ha csak a tíz parancsolatot mindenki betartaná a Földön, milyen világ lenne? Milyen élet lenne? szuper élet lenne. Hát Isten jót akar nekünk, Isten jót akar az embereknek. Gondoljatok bele, hogy micsoda szép családok lennének, hogy tisztelben élnek egymással a családtagok, a generációk. Senki nem emelkezett a másikra. Hát a, a, ugye az egyik legfőbb büntény ma is, ma, manapság is a gyilkosság, az emberölés, az egyik legdurvább. És tudjuk, hogy már a bűn eset után már Kain megölte Ábelt. Testvérgyilkosság történt. Gondoljatok bele, ha senki nem törne házasságot. <laughs> milyen, milyen, jó lenne, hány házasság lenne boldog, és hány nem lenne megcsaladtatva, vagy meg elárulva, hány szív nem lenne összetörve, hány gyermekeknek nem kéne választani a szüleik között, hogy apával vagy anyával akarsz élni. Mert ezek a válláshoz vezetnek csodaszép dolgok lennének. Ne lopj! Mindenki tisztelbe tartaná azt, ami a másé. Nem beszélnénk hamisan a másik ellen. Rossz szándékból, rossz indulatból, rossz akarásból. Igaz szavak hagynák el a szánkat. Milyen jó dolog lenne. És ha nem is kívánnánk azt, ami a másé. És mindenki egyszerűen a másik javán is tudna munkálkodni. Ugye beszél a Biblia az, hogy ne csak a magad hasznát kerest, hanem a másikét is. Mennyivel más indulatot ültetett el bennünk Jézus? Hogyha valaki el akarja venni a felső ruhádat, ad neki az alsót. Ha valaki arcöl üt, akkor ne visszaad, hanem fordítsd a másikat. Ugye ez még mindig a hegyi beszéd. Ha valaki kényszerít egy mérföld utra, menj el vele kettőre. Tehát ez, 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 ezek szinte egy megduplázása meg az, amit a tíz parancsolatban le van írva. Ki tudja ezt megcselekedni? Akiben az Úr uralkodik valójában, akiben a Szent Szellem él. Így legyen a mi életünkben. Ámen. Uram, köszönjük Neked, hogy azt mondja a római levél hogy mi szellemtől vezérelt emberek lehetünk és vagyunk, és a Krisztus szelleme élhet bennünk. Köszönjük neked, Uram, hogy a Krisztus szelleme által az Istenek a törvényét beírtad a mi szívünknek a hústábláira. Köszönjük neked, Uram, hogy ez a törvény, ez már nem egy külső kényszer, ami számunkra, hanem sokkal inkább egy belső hajtóerő. Ez a természetünk kell, hogy legyen. Ez kell, hogy jöjjön belőlünk, mert egyik, egyél váltunk veled. Mert tudjuk azt tudom, hogy a keresztségben a te haláloddal egyesültünk, de a, a feltámadásoddal is egy egyé lettünk, Uram, és egy új természet van bennünk. Uram, köszönöm neked ezeket a, az igéket, ezeket a parancsolatokat. És tudjuk, hogy a te parancsolataid nem nehezek, akik téged szeretnek. Uram, akarunk téged teljes szívből szeretni, és akarjuk szeretni a mi fele barátainkat is, mert tudjuk, hogy a törvény betöltése a szeretet. Mert aki szereti a másikat, az nem illeti az gonosszal. Azt nem öli meg, nem, nem lesz vele tiszteletlen, nem lopja meg, nem csalja meg, nem kívánja el azt, ami az övé, nem beszél róla hamisan, hazug módon, azért, mert szereti. Uram, arra kélek téged, hogy ez az Isteni szeretet, ez az agapé, ez töltse be a szíveinket, és töltse be a gondolatainkat, és járja át az egész természetünket a Jézus Krisztusnak a nevében. Amen.